Már a Bányapart utcában található bekerített kutyafuttatóban is fejleszthetik házi kedvenceik ügyességét az app tulajdonosok, ugyanis az Agility elnevezésű kutyás sportágban használt akadályok mintájára készült eszközökkel bővült a terület a közelmúltban. Az alagút, ugró karika és az egyéb elemek átadására június 8-án került sor a helyszínen. A beszerzés és megvalósítás költségeihez képviselői keretéből Szabó Tiborné és dr. Bényi Zsolt járult hozzá. Utóbbi elmondta, fontosnak tartják, hogy mind az állatok, mind pedig azok gazdái számára megfelelő környezetet alakítsanak ki a kerület részben. Ott kezdődött, hogy először volt az kutyafuttató, nem is volt bekerítve, úgyhogy az volt az álláspontom, hogy az nem kutyafuttatóan is bekerítve, mert akkor nincs elkülönítve, akkor ennek nincs semmi szerepe. Másodszor akkor már érezzék jól magukat a kutyák és a kutyások is. Tehát ez végül is egy többszörös élmény mind az állatnak, mind az őt kísérő embernek, a gazdának is egy élmény, hogy itt lehet. Szabó Tiborné önkormányzati képviselő kitért rá, a fejlesztések a jövőben is folytatódnak majd, ugyanis a tervek szerint padokkal és fákkal is gyarapodik majd a helyszín. Két padot fognak majd elhelyezni, hogy a gazdik közben megpihenhessenek, ameddig a kutyusok edzenek vagy játszanak, és mivel ez egy nagy puszta terület, fákat szeretnénk még ősszel ültetni, ami majd idővel árnyékot fog adni, és akkor mégis komfortosabb lesz itt a helyzet. Vizet csiholni ide nem tudunk, mert a környéken nincsen, úgyhogy az itatóedény meg vizet azt hozni kell majd mindenkinek. Az átadó eseményen Horváth Tamás polgármester is részt vett, aki rámutatott, mivel Rákosmente állatbarát önkormányzat, így ehhez a szemléletmódhoz illeszkedő intézkedések sorát hajtja végre a városvezetés esztendőről esztendőre a 17. kerületben. A kutyafuttatókat jelöltünk ki, aztán jött a következő lépés, akkor bekerítjük, mert a kutyások azt kérték, hogy kerítsük be, hogy el tudják engedni a kutyusokat szabadon mozogni, és természetesen a kutyusoknak is kellenek feladatok, amiket végrehajtanak, és ezért most jelen pillanatban ezeket az egéléti eszközöket telepítettük ide a Rákosegyi kutyafuttatóba. Én bízom abban, hogy ezzel egy újabb szintet léptünk a kutyafuttatók terén is, és igyekszünk a többi helyszínen is majd. Ugye hamarosan be fogunk keríteni egy újabb kutyafuttatót a Madárdombon, és így haladunk előre lépésről lépésre. A polgármester továbbá hozzátette, az állatokkal kapcsolatos korszerűsítések esetében az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi kutyatulajdonosok javaslatait.